Köszöntöm Önöket a Kistelekvárosi Televízió február 8-ai adásában. Kérem, tekintsék meg képes műsorismertetőnket. Csengele polgármesterét, Kormányos Sándort kérdeztük a település 2018-as fejlesztéseiről, eseményeiről. Kormányos Sándor, Csengele polgármesterét kérdezem a település múlt évben történt fejlesztéseiről, rendezvényeiről, eseményeiről, valamint hogy a 2019-es évben mik várhatóak. Köszöntöm Önt először is. Visszatekintve a 2018-as évre, mik történtek itt a településen? Azt hiszem, hogy én is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Azt hiszem, hogy a 2018-as év az egy olyan változást hozott Csengelének az életébe, amire lehet, hogy még nagyon hosszú időt kell várnunk. Elmondhatjuk azt büszkén, hogy Csengelén nincs olyan közintézmény, amelyikhez ne nyúltunk volna valamilyen módon hozzá. Valamit teljes egészében újraépítettünk, valamit javítottunk, valamit át kellett, hogy alakítsunk, de az alakítással együtt valami új intézmény jött létre. Én mindig úgy szoktam, amikor ezt fölteszik ezt a kérdést nekem, akkor egy picit úgy nézel, nekem beszoktam csukni a szemem, és elkezdek körbejárni a faluba, hogy vajon mi történt. Ahol most vagyunk, a területi operatív program keretében, a TOP keretében történt nagyon sok beruházás nálunk, amely épületben most vagyunk, ez a vadonatúj piacterünk. Ez átadásra is került, a csengelejek nagy szeretettel és nagyon nagy boldogsággal használják, eddig nekünk saját piacterünk nem volt. Ez egy nagyon szép épület, vizes blokkok alakultak ki mellé, illetve az akadálymentesítettség is meg lett oldva, illetve az önkormányzatunknak egy régi döntése alapján, amin a falu központjába próbálja, vagy a középső részére próbálja központosítani a lényeges dolgokat, már jóval előbb megvásárolta ezt a portát, így mód volt rá, hogy ez az épület ide létrejöhessen. Nagyon szépen használják a csengelyek, nagyon jól működik az épület. Az első piacterünk. Ha megyünk tovább, egy picit szétnézünk az utca mellett, örökös problémája volt a falunak az, hogy a belvíz az lépten nyomon az Árpád utcának a középső részét, csak sokan úgy ismerik azt a portát, amin a játszótér volt annó annak idején, amit eltelepítettünk onnan, oda mindig összeszaladt a víz. És nem is tudtunk vele igazán mit kezdeni, mert egy ilyen teknő volt a faluban. Ebből kiindulva kezdtünk el azon gondolkodni, hogy mit történne, mi lenne velünk, hogyha, és a faluval, hogyha a belvíz szabályozást megoldanánk Csengelén. A pénzügyi kereteink, illetve a pályázat nyújtott a pénzügyi keretek arra nyújtottak lehetőséget, hogy a gerinchálózatot alakítsuk ki, amelyben a fő utcán, a régi felszabadulás után most Deák Ferenc utcán, mind a két oldalának a víz a szabályozása történt meg, illetve a bejárók kialakítása történt meg, illetve a fő csatorna kitakarítása, illetve a mellettünk lévő Árpád utcának a vízlefolyásának a biztosítása, szintbeállítása történt meg. Mint mondtam, itt azért nem kis problémát okozott, hiszen voltak olyan helyek, ahol eléggé mély árkok alakultak így ki, hisz csak így lehetett kivezetni a faluból a vizet. Itt köszönettel tartozom mind a kivitelezőnek, mind pedig a falu lakosságának, hogy ezt nagyon jól tűrte, hisz nem árulok el vele nagy titkot, hogy itt bejárókat szedtek föl, mélyebb árkok születtek, volt, akinél a kiskapuhoz eddig jól megszokott bejáró tűnt el, hogy a víz le tudjon folyni, de hál' Istennek ez nagyobb problémák nélkül szépen le tudott zajlani. Csengele itt gondolta egy kicsit másképpen a vízzel kapcsolatos dolgokat, hiszen én nekem mindig azt mondták a vízügyesek, hogy a vízzel kétféle probléma van, ha sok van az a baj, ha kevés van az a baj. Ezért gondoltuk mi így, hogy erre ráfűzzük azt, hogy egy záporvíztározót alakítunk ki a falu szélén, 8100 négyzetméter területű, 8100 köbméter vízbefogadó képességű, ami abban az esetben, hogyha nagyon sok víz esik le a falura, ami a tavalyi évben be is bizonyította, háromszor volt felhőszakadás Csengelén, és a Csongorád megyében talán a legtöbb eső ide hozzánk esett le, egyszer azt hiszem, hogy 15 perc alatt 50 mm hullott le, úszott Csengele,
ott, ahol ez a csatornarendszer ki volt alakítva, gyönyörűen működött, és most örömmel látjuk azt, hogy a záporvíztározónkban is gyönyörűen gyűlik össze a víz. Tehát az az elképzelésünk, amiben ha sok vízban levezetjük a vizet most már nagyon gyorsan, illetve a másik oldalon az a sok vizet mi szépen föl tudjuk fogni, össze tudjuk gyűjteni, és idővel vissza tudjuk adni a falunak, hisz nem titok, hogyha ez a záporvíztározó nincs ott, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy a falu elkezd szépen kiszáradni, mert hogy a talajvízszintet lejjebb visszük a nagyon szép új csatornáinkkal. Természetesen itt a munka nem ért még véget, mert a falunak van még olyan része, vannak olyan utcái, amerre nem jutott pénzügyi keret, hogy ott is megcsináljuk ezt a szabályozást, hogy a víz onnan is szépen kifolyjon. Természetesen ez a jövőnek a zenéje és a jövőnek majd a pályázati lehetőségei lesznek, hogy a falunak az északi részét, a másik oldalát is ugyanígy tudjuk szabályozni és megoldani, hogy a víz lefolyjon. És akkor megyünk egy picivel odébb, elérkezünk az óvodához. Az óvoda bölcsödében egységes, közös óvoda bölcsödénk volt, törvényi kötelezettségek miatt ezt szét kellett választanunk, ezt mi meg is tettük, pályázati lehetőséget, pályázati támogatást kaptunk rá, amellyel külön óvodát és külön bölcsödét alakítottunk ki, mert eddig közösen voltak, külön bölcsödei helyeket alakítottunk ki, 5 helyre kaptunk lehetőséget pályázati úton, ez az 5 helyből, ez maximálisan, hogyha minden tökéletesen jól megy, akkor 7 gyereket lehet ebbe ellátni, örömmel jelenthetem, hogy a 7 bölcsödésünk bent van. Nagyon szeretek hozzájuk bejárni, fantasztikusak a törpikék. Igaz, hogy az a probléma velük, hogy a 7-ből 6 fiú van, és egy másfél éves kislány, és nem csodálkozunk ugye rajta, hogy a kislány is mindenáron a traktorra akar játszani, és mosolyognak, tündériek. Azt hiszem, hogy ez az a beruházás, amit mind a kormány részéről, mind az önkormányzat részéről, egy olyan beruházás, ami a jövőbe ruházunk be. Bölcsöde. És egy picit, ha engedik, akkor keverném a kettőt egymásra, mert sokkal egyszerűbb, hogy akkor megyünk egy intézményeken tovább. Pályázatot nyertünk, amelyben az óvoda konyhát módunkba áll, az óvodánknak a konyháját, ami az egész faluba főz, tehát 300 főre főz, annak följavítani és rendbe tenni. Most is egy jól működő, nagyon szép konyhánk van, de ahhoz, hogy a mostani igényeket ki tudjuk elégíteni, ahhoz eszközöket szeretnénk vásárolni, pályázatot nyertünk, és ezt idén fogjuk megvalósítani, megvásároljuk az eszközöket, és bízzunk benne, hogy még finomabban és még jobban fognak tudni főzni azok, akik már eddig is jól csinálják. Úgy hiszem. Szembe van vele a faluházunk. A faluházunk a közösségi helynek a helye, a közösségi rendezvényeinknek a helye. Itt módunk volt nyílászárót cserét véghez vinni, illetve fűtéskorszerűsítést, fűtés rendbe rakást, inkább nem korszerűsítést, inkább csak azok a problémák, amik, hogy nem megfelelően fűtött néha a rendszer, kazán cseréltünk, illetve a radiátorok cseréjével tudtuk ezt valamennyire egalizálni, hogy az egész házban megfelelő hőmérséklet és megfelelő jó idő legyen. Megyünk tovább, önkormányzat épülete. Azért vagyunk itt most ebben a pillanatban. Az önkormányzat épületét egy energetikai korszerűsítés pályázattal a top keretében módunkban áll hőszigeteléssel ellátni. Egy másik pályázat keretében a villamos vezetékeket kicserélni, bútorokat cserélni benne. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a tanácsházából mi most csinálunk önkormányzat épületét, és ami nagy szívfájdalmunk volt eddig, hogy nekünk nem volt vizes blokk az önkormányzatunknál. És azt hiszem, hogy ez a 21. században már ez egy elvárás. Ezzel a pályázattal, vagy ezzel a lehetőséggel egy vadonatúj vizes blokk alakul ki az épületnek a középső részén, illetve a tetőtérben kerülnek még új irodák és új helységek kialakításra. Ami egy kicsit problémás talán, és sokan rám vetik a követ, és azt mondják, hogy biztos, hogy jó úton járunk-e, az pedig az, hogy ott volt benne a házasságkötőterem. A házasságkötőtermet azt meg kellett, irodákat alakítottunk ki ott, mert a mostani kor kihívásainak csak így tudunk megfelelni, és ehhez emberekre van szükség, és megfelelő munkakörülményre van szükség. Azt, hogy ezt biztosítani tudjam, vagy tudjuk, ahhoz a házasságkötőt, termet azt átalakítottuk, 3 iroda lett belőle, amelyben 7 embernek fog majd a későbbiek során 3 különböző irodába munkahelyet biztosítani, és most teszek ígéretet rá, hogy természetesen házasságkötőtermünk lesz.
máshol lesz, de lesz, tehát nem megszüntetni akarjuk, de azért az is egy nagy igazsága ennek a mostani világnak, hogy a 10 házasságból, ami köttetik, abból 9 az a parkba köttetik nálunk, tehát inkább egy ilyen vész forgatókönyvre alkalmas helynek kell kialakulnia, ahol majd, hogyha úgy gondolják, akkor be tudnak menekülni eső esetén, de amúgy mindig a parkba történnek a házasságkötések. A polgármesteri hivatalban még a háta mögött található egy másik épület, egy nagyon öreg épület, ebben vannak a közfoglalkoztatottak elszállásolva, ott van a pihenőjük, ott van a szociális ellátó helynek a mosógépei, a mosogató helyek, ott volt a régi vizes blokk, ahova kijártunk, amikor a lehetőségünk adta, illetve ott van az irattár helysége is, ez is hőszigetelést kap, illetve ennek a tehát ez is nyílászáró cserén és hőszigetelésen fog a későbbiek során átesni. Sajnos itt a pályázat nem adott rá lehetőséget, hogy tetőcsere történjen, ez miatt a tető az a régi marad rajta, de a lehetőségeinkhez mérten szeretnénk a későbbiek során, hogy ez megtörténjen és kicserélődjön. Ha egy picit kerülünk, még az önkormányzaton belül, ott egy vadonatúj tűzoltó garázs áll, amiben egy külön a katasztrófavédelemhez benyújtott pályázat alapján ők nyújtottak nekünk segítséget. Nem fog beférni a vadonatúj tűzoltóautó, amit sikerült Csengelénre elhozni, vagy sikerült Csengelének megkapnia, az természetesen a nagy garázsba áll, ami fűtött, és ebbe a pillanatban is munkára és oltásra kész, amennyiben szükséges. Balra kanyarodunk. Orvosi rendelő. Varga doktor úr előző orvosunk az nyugdíjba ment, és sajnos a mai napig keressük, vagy nem sajnos, hanem keressük a mai napig azt az orvost, aki második orvosként megjelenne Csengelén, viszont ahhoz, hogy minél kecsegtetőbbé tegyük Csengelét, ez miatt úgy gondoltuk, hogy pályázatot nyújtunk be, hanem az orvosi rendelő rendbetételére, nyertünk is. Több lépcsőbe történik a rendbetétele az orvosi rendelőnek, a tetőszerkezetét az elődöm nagyon szépen rendbetette. A nekünk most, amire módunk nyílik, a területi operatív program keretében, röviden top, újra fölöltöztetjük az épületet, azt jelenti, hogy nyílászárókat cserélünk rajta, 20 centis hőszigetelést kap, illetve rendet rakunk most már nagyon szigorúan a ház körül, illetve egy fűtéskorszerűsítésön fog átesni ez az épület, és várja az orvost, mert hogy nagyon komolyan keressük, és tartjuk fönn a praxist ebben a pillanatban is, és nagyon bízom benne, ha olyan ember látja, lehet, hogy még gondolat is ébred benne, hogy egy ilyen szép faluba eljöjjön, és itt legyen orvos nálunk. Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola igazgatóját, Tóth Gabriellát kérdeztük a 2019-es tanévre vonatkozó, az iskola életében várható változásokról és rendezvényekről. A 2018-as és 2019-es év második feléről, valamint a várható eseményekről kérdezem Tóth Gabriellát, az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola igazgatóját. Ugye rögtön a fél év zárást követően itt van talán a legnagyobb társasági esemény, ugye február 8-án lesz a szalagtűz bálunk, ami a 12. osztályosok számára ugye nagyon nagy esemény, ez is hatalmas iskolai és városi összefogásra szokott megvalósulni, hagyományosan ugye a 11-esek adnak műsort, táncos, énekes műsor szokott lenni általában, ugye nem prózai darab előadása, utána a 12-esek osztálytánca, nyitótánca követi a szalagtűzést, és most már második évben egy kis pezsgős kocintás zárja majd a délután, tehát nem lesz vacsora a szalagtűzőbál rendezvény, vagy az eseményeinek sorában. És azt gondolom, hogy utána 12-eseink már elsősorban, mint hogy tulajdonképpen egész évben, vagy ha azt veszük a 4 év során, de koncentráltan kezdenek készülni az érettségére. Egyrészt jelentkezési határidők is vannak, ugye február 15-én az érettségére is, és a felsőoktatási intézményben is, amit szeretnének. Kell tudni, hogy hova szeretnének tovább haladni, ugye egyik befolyásolja a másikat, utána pedig kőkeményen folytatódik az a munka, amely a májusban kezdődő érettségi vizsgaidőszakra való felkészülésüket segíti elő. Ugye az ő számukra május 3-án véget fog érni a tanév, addig viszont még nagyon sok
teendő áll előttük is, meg az alsóbb évesek előtt is. Ugye így a tavasz időszakban már nagyobb iskolai esemény vagy ünnepség nem várható. Természetesen a szokásos megemlékezéseket, azokat megtartjuk, mind a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjával kapcsolatban, vagy a holokauszt áldozatainak emléknapjával kapcsolatban. Március 15-ét ott mindig részt szoktunk venni az általános iskola által szervezett programon. Amilyen nagyobb eseménysorozat várható, az majd a húsvéti készülődés lesz, ugye arra is kifejezetten hangsúlyt fektetünk, úgyhogy a tavaszi szünet előtt ezzel kapcsolatosan lesz majd egy iskolai programunk a nagy hét során. Valósítjuk meg, részben itt is kézműves foglalkozásokkal, részben pedig egyéb módon. A 4-én szombaton kerül sor a 12. osztályosok ballagására, ugye ez megint egy nagy iskolai esemény, mindig méltóképpen szeretnénk elbúcsúztatni a 12-eseket, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon színvonalas és igazán szívhez szóló szokott lenni ez az ünnepségünk. Nyilvánvalóan ez az utolsó olyan alkalom, amikor együtt van az iskolai közösség szülőkkel, tanárokkal együtt, hiszen utána a vizsgák következnek, a írásbeli vizsgákkal kezdjük ugye azután a következő héten, és aztán egy rövid felkészülési idő után pedig a június 15-én befejeződik a tanév, a következő hétfőtől következnek a szóbeli megmérettetések. Most ilyenkor egyre nagyobb számban fordulnak el olyan 11-es, 10-es tanulók néhány esetben, és biztatni is szoktuk őket arra, hogy előrehozott érettségi vizsgát tegyenek. Tehát most már évek óta az a hagyomány, hogy nem csak a 12-esek, hanem egyre nagyobb számban alsóbb évesek is részt vesznek. Lehetőségük van arra, hogy idegen nyelvből és informatikából előrehozott vizsgát tegyenek, élnek is ezzel. Tulajdonképpen biztatjuk is őket részben azért arra, hogy tapasztalatot szerezzenek, másrészt pedig megkönnyítsék a 12-es terheiket. Főleg sokan vannak, akik mondjuk angolból 11-ben érettségiznek, középszinten 12-ben így már nyugodtan az emelt szintű érettségét megpróbálhatják, vagy többen vannak itt ugye, akik informatikusnak készülnek, tehát számukra is gyakorlatilag bevett szokás, hogy 11. év végén középszinten vizsgáznak informatikából, és utána a továbbtanulásra szükséges emelt informatika érettségére készülnek 12-ben, úgyhogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend, tehát tulajdonképpen nem csak a 12-esek, hanem már alsóbb évesek számára is nagyon fontos ez a május-júniusi vizsgaidőszak. Az alsóbb éveseket pedig úgy trénírozzuk, úgymond ezekre a vizsgákra, hogy számukra is szervezünk évvégi vizsgákat. Pedagógiai programunkban megvan az, hogy melyik év végén miből kell egy írásbeli és egy szóbeli vizsgát tenni, úgyhogy mire 12-dik elérnek, minimum minden érettségi tantárgyból valamelyik év végén átesnek egy írásbeli és egy szóbeli vizsgán, tehát azt gondolom, hogy fokozatos és fokozott a felkészítés az érettségire. Májusi nagyon fontos időpont szokott még lenni, bár ez csak egy osztályt érinti, a 10-eseket a kompetencia mérés, ugye szövegértés és matematikai kompetencia mérése kerül sor május utolsó szerdáján. Ezt is talán már hagyománynak mondhatom, hogy minden évben eredményesen írják meg ezt a tanulóink. Különböző vizsgálatokat végeznek ugye a kompetencia mérés teszteken az oktatási hivatal munkatársai, és azon kívül, hogy az egyes eredményekről tájékoztatják az iskolát, illetve lehetőségük van a szülőknek, tanulóknak is ezt megnézni, mindenféle listán összesítik azt, hogy akár az előző évekhez képest milyen eredmények születtek, akár pedig azt, hogy az iskolák egymáshoz képest milyen eredményeket értek el, úgyhogy ennek alapján jelent meg ősszel egy olyan fajta
összesítés, ami a feltörekvő iskolák között említette meg az Árpád-Fedem Katolikus Gimnázium és Szaggimnáziumot. Ez azt gondolom, hogy annak köszönhető elsősorban, hogy az előző két évben, egyik évben matematikából is és szövegértésből, és a másik évben pedig szövegértésben volt a legtöbb fejlődést mutató iskolák ranglistáján a mi középiskolánk. Ugye a 2016-os évben szövegértésből a hetedik helyen hozták, tehát ugye ez azt jelenti, hogy az előző általános iskolai eredményekhez képest, a várthoz képest sokkal jobb eredményt értek el a tanulók, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó visszajelzés arra, hogy milyen módon igyekszünk mi itt a tanulókat oktatni és sikerre vinni. Az előző év eredményei közül azt emelném ki, hogy matematikából nyilván a saját kis középiskolák összehasonlítása során ugye három olyan középiskola volt az országban, amely jobb eredményt ért el a miénknél. Nyilván mondom, ez a kis középiskolákra vonatkozik, hiszen abba a csoportba tartozik a miénk. Tehát mindenféleképpen büszkék vagyunk ezekre az eredményekre, és reméljük, hogy a következő évi kompetencia mérés eredmény is hoz valamiféle pozitívumokat az iskolának. A Hétszín Virág óvoda tagovoda vezetőjét, Fránya Mónikát kérdeztük az óvoda 2018-as évben történt változásairól, valamint az új évben várható rendezvényekről. A Kisteleki Hétszín Virág óvoda múlt évben történt eseményeiről, valamint a 2019-es várható rendezvényeiről kérdezem. Tagovoda vezetőjét, Fránya Mónikát köszöntöm Önt először is, visszatekintve a 2018-as évre. Mik történtek az óvodában? Hát a 2018-as tanévet szeptemberben kezdtük hivatalosan, ahol is 113 kisgyermekkel kezdtük meg a tanévet. Nagy örömünkre szolgált, hogy sikerült indítani egy tiszta kis csoportot, ahol nagyon pici a korkülönbség a gyerekek között, és ez nekem egy picit a szívügyem, hogy én ezt a vonalat képviseljem, mert azt gondolom, hogy a gyerekeknek, pedagógusoknak egyaránt ez egy sokkal jobb csoport összetétel, mint a nagyon vegyes összetétel, hiszen azt is tudjuk, hogy magas csoportlétszámokkal indultunk, tehát nálunk 29-es és 30-as csoportlétszámok indultak, illetve mi a Micimackó csoportban voltunk a legkevesebben 26 fő. Ez is egy picikét tiszta csoport, de a többiek viszont vegyes csoportban indultak, ahol már kis-középső, meg nagy csoportos gyerekek is vannak a Mosolygó Almába, a Szivárvány csoportban viszont középső és nagy csoportos gyerekek is vannak, és én azért gondolom, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb a gyerekeknek is magukba szippantani az anyagot, meg a pedagógusoknak is velük együtt dolgozni. Így aztán elindult ezzel a kis csapattal ez a tanévünk. Mivel mi hagyományőrző óvoda vagyunk, hagyományokra nagy hangsúlyt fektetünk, ezért már is szeptemberben indultunk a szürettel, ahol immár most sokat szóra már nyitottá tettük, tehát vártuk a szülőket, nagyszülőket is nagyon sok szeretettel, és nagy örömmel láttuk azt, hogy bizony most már élnek a szülők vele és eljönnek, és ez egy olyan délelőtt, amikor a gyerekekkel együtt tudják a szőlőt darálni, sutulni, krumplis pogácsát enni, krumplis pogácsát is sütni, amennyiben az időből még adódik. Majd következett a nagyszülők napja októberbe, ez is immár hagyományá vált nálunk, hogy ilyenkor a nagyszülőket köszöntjük nagyon sok szeretettel, egy kis barkácsolással, meg egy kicsi műsorral várjuk őket, ahol gyönyörködhetnek az unokáikba, hiszen azt gondolom, hogy minden nagyszülőnek nagyon fontos, hogy bepillantást nyerhessen ő is a kisunokáinak a mindennapjába, és becsatlakozhasson egy-egy délelőtre, egy-két óra hosszás foglalkozásba, és ennek mindig nagyon pozitív visszajelzései vannak, aminek mi viszont nagyon örülünk, és tényleg nagyon jó látni ilyenkor, amikor a nagypapa, nagymama együtt barkácsol, együtt ügyeskedik a kisunokájával. Majd miután tovább folytatódnak ugye az ünnepek, novemberben már készültünk az advent időszakára, de közben még jöttek csoportos kirándulások, amikor is minden csoport egyénileg szervezett a Márton napra, a Liba napra, családokhoz elmentek, a legkisebbek is a városbuszára fölszálltak, és egy tanyára elmentek. Nagyon szépen köszönjük a kedves szülőknek a vendéglátást, amikor fogadják a gyermekeinket, engedik a libákat, ludakat megnézni, sőt, meg lehet simogatni piciket is, és nagyon szépen köszönjük azt is, amikor élő állatot hoznak be az óvodába egy-egy jeles nap alkalmával, amikor a gyerekek testközelében
felvételből is tudnak velük megismerkedni, majd miután ez az ünnepség sorozatunk is lezajlott, ez nem nyílt nap, hanem itt a minden csoport saját maga készül, a gyerekek életkorának megfelelő feladatokkal és tevékenységformákkal, utána következett az advent időszaka, ami szintén egy picit már a néphagyományokat vesszük előre, hiszen készítjük fel a gyerekeket a karácsonyra, a születésre, a megtisztulás időszakára. Itt ugyebár jött a jóságos Mikulás bácsi, aki megemlékezett a jó gyerekekről, és ebbe az óvodába is természetesen csak jó gyerekek járnak, hiszen Kisteleken azt gondolom minden óvodás jó óvodás, és megérdemelte a maga kis ajándékát, majd pedig szépen következtek csoportok szerint a lucázós megemlékezések, a lucajátékok, a karácsonyi kis mesejátékok a másik csoportokkal, és ilyenkor a nagy csoportosok azok, akik betlehemes játékot adnak elő, ide szoktuk a nyugdíjas kolléganőket is meghívni, és ezúton szeretném nekik megköszönni, hogy a dolgos hétköznapjaik ellenére szakítottak időt arra, hogy eljöttek és megnézték a nagy csoportosoknak a műsorát, és röviden, tömören ezzel zárult le a mi 2018-2019-es nevelési évünknek az első fél éve. A 2019-es évben milyen újítások várhatók az óvodában, és milyen rendezvények vagy események? Egy picit most a januárban nagyon örülünk annak, hogy ilyenkor tudunk levegőt venni, és ilyenkor egy kicsit nyugodtabb az időszakunk, hiszen egy picit lájtosabb a készülődési időszak, hiszen most már a farsang időszakát éljük majd. Itt február második hetében következik a farsang, ami egy háromnapos rendezvény lesz nálunk, hiszen jön a már megszokott Szűz László bűvész, az óvónénik egy meséljátékkal készülnek a gyerekeknek, majd pedig zárásképpen a farsangos jelmezes fölvonulás következik, ahol szintén a hagyományokat ápolva farsangi fánkot esznek a gyerekek. Ezt mindig valamelyik csoportba, illetve minden csoportba nagyszülő vagy anyuka vállalja, hogy süti a fánkot, és nagyon nagy köszönet érte, hogy szakítanak rá időt, és segítenek nekünk ebbe. Majd következnek az aktuális ünnepek, hiszen utána jön a nyuszi nap, amikor szintén már ez városszerte egy nyitott napunk, hiszen ilyenkor nagy örömmel és szeretettel várjuk azokat a kedves szülőket és gyerekeket is, akik majd leendő óvodások lesznek, hogy bepillantást tudjanak nyerni az óvodánk életébe. Itt is kis barkácsolásokkal, kis mesejátékkal fogunk készülni. Kicsit még hagy legyenek meglepetések, hiszen szervezés alatt állnak, de annyit hadd áruljak el, hogy az alapítvány fogja ezeknek az anyagi vonzatát finanszírozni, aminek nagy segítség nekünk június 8-án megrendezendő kerti partink, hiszen aki itt volt már, az tudja nagyon jó, hogy ennek a bevételéből mindig a gyerekek részesülnek, és különböző rendezvényeket, eseményeket szervezünk az óvodába, mint akár a bűvész előadást is, vagy pedig akár a gyermeknapra szervezendő népi játszóházast, aki jön, és a gyerekeknek régi hagyományos játékokat fog bemutatni, amit ki lehet próbálni. A felnőtt női lakosság számára a Nő 8-szor címmel mentális előadás sorozatot indít a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda. A sorozat során 8 női szerep megismerése, feldolgozása segíti a résztvevő nőket. Semsei Angelikát kérdeztük a programsorozat részleteiről. Lelkünk védelméért mentális egészségközpont létrehozása Kistelek járásban projekt keretében került sor a Nő 8-szor előadás sorozat megtartására. A Kistelek térségi egészségügyi központ non-profit Kft. 2017 májusában nyert egy pályázatot, mely a már működő egészségfejlesztési iroda eddigi programjai mellett mentálhigiénés programokkal, egyéni tanácsadással, lelki egészség megőrzésére irányuló tevékenységekkel várja Kistelek járás lakosságát. Az előadások azokat a nőket szeretnék megszólítani, akiket motivál a nőiességükben való erősödés, önismeret, a női test és lélek gyógyítása, a női tiszta értékelés rejtett birodalmába való belépés.
az archetipusok az ember tudatalattiának titkos ösvényei. Itt találkozhatunk rejtett képességeinkkel, erőkkel, melyeket elfeledtünk, ám szükségük van rájuk, hogy az életben valódi örömöt, biztonságot leljünk, megtapasztaljuk az önmegvalósítás szabadságát. Valódi megnyílással a női minőség megismerése felé lehetőséget kapunk a női kiteljesedést, irányítást, kreativitást, szakrális alkotószabadságot összehangolni a mindennapok kihívásaival. Az előadás részét képezi interaktív előadás, mozgás, meditáció és beszélgetés. A Lelkünk Védelméért Mentális Egészségközpont létrehozása Kistelek járásban projekt keretében kerül sor a Nő 8-or előadás sorozat megtartására. Semsei Angelikát, a Lemangúria mozgás és táncmeditációs módszer létrehívóját, a Lemangúria tanoda vezetőjét kérdezem a foglalkozás részleteiről. Pontosan miről is szól ez az előadássorozat, és elsősorban kiket szeretnétek megszólítani? Hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és ezzel az előadássorozattal elsősorban a nőket, a hölgyeket szeretnénk megszólítani, hogy mélyebb önismeretre tegyünk szert önmagunkról, a saját nőiségünk. És ehhez 8 ősi archetipus megismerését hívjuk segítségül. Az archetipusok olyanok, mint az ősképek, jelen vannak az életünkben, formálják a tudatalattinkból az életszemléletünket önmagunkról, és ezáltal a világunk, a hétköznapi szerepeink formálásában és alkotásában is beleszólnak, megnyilvánulnak. Mindezekről tanulni egy nagyon izgalmas dolog, nagyon, nagyon mély és nagyon tartalmas lehetőség a számunkra, és ami elsősorban előttünk célként lebeg, hogy egészségesebb, harmóniával teljesebb, sikeresebb női létet tudjunk önmagunknak megvalósítani, és hát ezzel támogassuk a férfiakat, támogassuk a családunkat, a barátainkat, a gyermekeinket, és hogy ezzel a kiegyensúlyozottsággal tudjunk olyan teret, egészséges teret fenntartani bent a lelkünkben, ugye a lelki egészség által, mint az életünkben, a külső tereinkben. Az első foglalkozás a mai napon fog kezdődni, témája a nő, mint látnok. Az ide látogatók mire számíthatnak? Ez inkább előadás lesz, vagy egy kötetlen beszélgetés? Hát előadás is lesz természetesen, tehát hogy feltárjuk ennek az archetipusnak a tartalmi részeit, mélységeit, és lesznek gyakorlatok, tehát ez egy interaktív előadás, tehát hogy lesznek feladatok, amelyekben megtapasztaljuk ezt a minőséget magunkban, hiszen minden ember önálló egyéniség, és teljesen másképp éljük meg a látnok archetipusával való kapcsolódást. Ezért egyéni feladatok is lesznek benne, és aztán erről beszélgetünk is, hogy miket tapasztaltuk, hogy éreztük magunkat, és egyfajta visszacsatolásként lehetőség van arra, hogy közösségileg meg is osszuk ezeket a tapasztalatokat, persze ez nem kötelező, de akinek érzése van rá, hogy meséljen arról, hogy mit ismert föl, vagy mi az, amire ráismert, mit tanított neki ez a munka, akkor ennek van tere és van lehetőség rá. Továbbiakban hol és mikor találkozhatnak veletek az érdeklődők? Hát Kisteleken az egészségfejlesztési iroda ad nekünk otthont ezeknek a foglalkozásoknak, és hát az időpontokat pedig az irodának a Facebook oldalán és a honlapján meg lehet találni, és lehet hangolódni, hogy melyik előadása, vagy akár mindegyikre, mert én azt gondolom, hogy akkor eredményes és akkor sikeres egy önmegismerő folyamat, hogyha az egész folyamatát át tudom élni, mindegyikre be lehet jelentkezni. És nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket. A Szivárvány óvodában az egészségét keretein belül táncoltak, kirakóztak és filmet néztek a kicsik. Az óvisok legszebb pillanatait tekintetik meg a következő filmetődben. Jó,
Zsotthoz kell menned, itt a pirosak vannak. Nem. Az biztos nem, mert nézd már, a sín egy szemlet a fejébe. Az úgy. Hú, jól megtaláltad. Cirok Zoltánt, a Csengeli Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét, valamint feleségét, a Csengeli Ifjúsági Mazsere csoport vezetőjét, Cirokné Krizsán Zsuzsannát kérdeztük, karrierjük kezdetéről, hogyan is jött az életükbe a zene, a tánc, és miként is kezdődött az ő kettőjük kapcsolata. A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét, valamint a Csengelei Ifjúsági Mazsorett csoport vezetőjét kérdezem arról, hogy hogy jött a zene, valamint a mazsorett az életükbe. Először is, mikor jött az a fontosabb pont az életükbe, amikor komolyabban kezdtek el ezzel foglalkozni? Hát az egész, ez, hogy komolyan kezdtünk foglalkozni az egésszel, ez hát tulajdonképpen a kapcsolatunk legeslegelejére nyúlik vissza, hiszen én, mint általános iskolai tanítónéni voltam a akkori kisteleki második Rákóczi Ferenc általános iskolában, ami még akkor énekzenei általános iskolaként is működött, és ugye tulajdonképpen a művészetoktatás, vagy a zeneoktatás, az még oda korlátozódott akkor. És Zoli 88 novemberében Székó József helyére jöttem tanítani, Török György József által kért föl, hogy jöjjek részfúvós hangszereket tanítani. Én akkor még a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola utolsó éves hallgatója voltam, és fél állásban a Józsinak az állását átvettem. Ezután a következő tanévtől már egész állásban tanítottam itt, és akkor vettem én észre Zsuzsit. Hát szinte, az is egyébként olyan érdekes volt, mert Jóska bácsi neve fölmerült az előbb, hogy Török György József hívta Zolit kistelekre, vagy hát az ő felhívására jött kistelekre. Én akkor versenytáncoltam, ha ez a 30 évvel és 30 kilóval ezelőtt szoktam mondani, és akkor pont egy bemutató volt szerintem, amire a Zolit lehívták a kollégáim, hogy ó, hát itt van egy fiatal kolléganő, és táncolni is tud, és gyere, nézd meg. És úgy megnézett. Igen. Szépen fő volt öltözve tánc ruhába. Úgyhogy úgy megnéztem, hogy azután úgy elgondolkodtam. Igen, és... Meg a kollégák is úgy elgondolkodtattak, hogy csinos a Zsuzsi. Akkor még az volt, és akkor tulajdonképpen ilyen nagyon-nagyon rövid időn belül, mi 1990. augusztus 18-án kötöttünk házasságot, és az egy hosszú hétvége volt,
augusztus 20-a akkor hétfőre esett, és akkor volt az első, emlékszel, presszó előtt egy fúvószenekari bemutató. Van, az volt az első fúvószenekari szereplésünk, ami miután átvettem Józsi bácsitól a zenekart. Így van, és akkor hallotta Rudi bácsi meg egy május 1-i köszöntőn a fúvószenekart. Sajnos utána nem tudtunk már többet vele találkozni sem, mert ugye azon az őszön meg is halt akkor szegény. Halt meg, igen. És akkor az nagyon izgalmas volt így az esküvő után, tehát hogy a másnaposan, harmadnaposan. Te másnapos, ki volt a másnapos? Nem, akkor az olyan jó hangulatú zenekari találkozó. Igen, igen. Egyébként nagyon aranyosak voltak, mert akkor ugye még nem ilyen nagy gyerekek voltak, és most kistelekről beszélek, ezt hangsúlyozom, hanem ugye általános iskolás 20-25 kis nebuló, és hát az egyik jobban birkozott a hangszerrel, mint a másik, mert nagyon el se bírták, de hát a szülők jöttek, aztán akkor a tapsot kaptunk arra, hát a mostanihoz képes hangzavarra, de azt is fúvószenének nevezték, akkora tapsot kaptunk, hogy meg is erősödött bennünk, hogy ezt csinálni kell tovább. A Mazsoret csoport egyébként jóval később találkoztunk, és nem is Zsuzsi kezdte a Mazsoret csoportot, hanem azt is Józsi bácsi, Török György Józseffel kezdtük el együtt csinálni. Azután ugye kimentünk Csengelére tanítani, ott is egy fúvószenekart összehoztunk. A kisteleki Mazsoret csoport akkor még működött, átvette Zsuzsi Józsi bácsitól, hát ebből kiindulva is szerveztünk Csengelén is Mazsoret csoportot. Csengelén még a mai napig működik, Kisteleken már nem. Mert de Kisteleken sokkal több lehetőségük volt a gyerekeknek. Van, tehát az, ami Csengelén csak tulajdonképpen a művészet oktatásra korlátozódott egy jó ideig, meg tulajdonképpen a sportra. Tehát más lehetőségük nem volt a gyerekeknek, vagy eljött a művészeti iskolába, vagy elment focizni a sport egyesületbe, és akkor így nyilván, hogy a szülők is úgy voltak, hogy menjél, csináljad lányoknak. Nyilván, hogy jobb volt az, hogy társas táncolnak, vagy éppen mazsiznak, tehát volt merítési lehetőségünk jobban. Tehát Kisteleken azért van sokkal több inger éri a gyerekeket, sokkal több lehetőségük van másfelé menni, és én egyébként, amikor megszűnt Kisteleken a Mazsoret csoport, akkor is mindegyiktől megkérdeztem, hogy de ugye valamilyen sporttevékenységet, vagy valami olyat fogsz végezni, ami mozgással kapcsolatos. Mert azért ezt nem lehet csak úgy egyik pillanatról másikra abba hagyni. Egyébként nagy szívfájdalmam, hogy nincsen, de úgy látom, hogy úgy nagyon igény sincs rá, mert amikor vendégszereplés van, akkor jövünk a csengeleiekkel, tehát igazából hiánypótlásnak itt van a Csengelei Mazsoret csoport, hogyha éppen Kisteleknek szüksége van erre. Igazából lehet, hogy egy picit unalmasabb, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy mindig ugyanazt tudja mutatni a Mazsoret csoport egy fúvószenekar mellett, hiszen fúvószenére dolgoztunk. Igen, talán Csengelén azért maradtak meg a lányok, mert ahogy az előző riportban elmondtad, ott nem csak mazsorettet, hanem társastáncot is tanulnak, és hát a társastánc azért mégis egy kicsit hát igen, mása, itt tulajdonképpen, mert nem csak baljobb, meg így forgatok, úgy forgatok, hanem különböző mozgások is vannak, ami lehet, hogy egy fiatal lánynak többet jelent. Hát igen, itt az életünk történetéhez azért hozzátartozik, ott jó nagyot ugrottunk, igen, hogy megszületett igen. A gyerekünk 93-ban, aki ja, most igen. Ilyen felnőtt férfi életét éli már Budapesten, és tulajdonképpen ugye a gyes ideje alatt én úgy elvoltam, tehát ez a szellemi leépülés a gyes, ezt tudja minden kismama, aki már volt otthon, tehát így mindig nyüzsgött bennem valami, vagy mozdult bennem valami, hogy valamit kellene csinálni. És akkor a gyerekünk 2 éves volt, amikor én csak elvégeztem a társastánc oktatói tanfolyamot, tehát minden hétvégén én Pesten lógattam a lábamat 2 évig, és ennek folyománya volt tulajdonképpen az, hogy egyszer Csengelén kérdezték meg, hogy nyitó tánchoz valaki tudna-e
táncoktatót. És akkor Zoli már óraadóként Csengelén éneket tanított, tehát azért mondom, hogy ilyen nagyon szövevényes volt a mi életünk, és akkor, de milyen jó ide így visszagondolni, ezt nem is gondoltam, most így visszapörgetjük az eseményeket, és akkor a Zoli mondta, hogy hát tulajdonképpen az én feleségem az ott van, és minden szíve vágya, hogy taníthasson, és így keveredtünk ki Csengelére mind a ketten. És akkor annyira megtetszett a gyerekeknek az egyszeri alkalom a táncolásra, hogy utána az általános iskola vezetése kérte, hogy ezt rendszeresen nem lehetne. És akkor jön a gyeses kismama, hogy hogyne, dehogy nem, hát úgy vártam már azt az egy hét, vagy a hétből azt az egy napot, a hétvégét, a pénteket, hogy mehetek táncot, és gyereke, kiszabadulok otthonról, és teljesen jó lesz minden. És akkor tulajdonképpen így indult a társas táncoktatás, meg a zeneoktatás is. Akkor indultak a magánművészeti iskolák, és a Hamidó iskola fölvállalt bennünket, hogy társas tánc és zenetanulás mellett még azt hiszem kézműves és színjátéktanszak is volt. Az is úgy indult, hogy te elkezdtél csak furuljál, mert hogy korán kiért a busz Csengelére már itt a hétkor, és akkor az ott lévő kis tanyasi gyerekeket, akik szintén ott voltak már hétkor, akkor Zoli kezükbe adott egy-egy furuját, furuljázgassatok már, és akkor így elkezdődött valami, tehát igazából már egy kész zenei tanszak, meg egy kész társastánc tanszak volt akkor, amikor a Hamidó fölkért minket arra, hogy csatlakozzunk hozzájuk, és akkor tulajdonképpen egy telephelyként kezdtük meg a működést. Igen, 3-4 évig velük együtt működtünk telephelyként, és azután a település vezetése, polgármester úr azt javasolta, hogy hát mi lenne, hogyha egy külön művészeti iskolát alapítanánk mi, és a nem fiók iskolaként, hanem saját vezetésű iskolaként folytatnánk tovább. Hát innentől ez 2000-ben volt, amikor ilyen vállalkozói iskola volt. Igen, azt alapítottuk, és 2004-ben átkényszerítettek bennünket ilyen alapítványi. Hát a normatíva meg a támogatás változások miatt alapítványi iskola lettünk, és akkor a Phoenix 2004 művészetoktatási alapítvány az, aki most tulajdonképpen a fönntartó, azóta, ez azóta is alapítványi keretekben működünk. Igen. És akkor van társastánc tanszakunk, zenei színjáték tanszakunk, meg színjáték tanszakunk. A színjátszóink is nagyon kis ügyesek. Ott is a helyi magyar tanár elvégezte a drámapedagógiát. Tehát mindenki tulajdonképpen egy célért dolgozott. Mindenki mindent megtett, hogy a végzettségeket megszerezzük, hogy a művészetoktatásban is ez jó legyen. És akkor, igen, akkor tulajdonképpen most már ezt azóta kiszélesedett, hogy most már vagyunk négyen zenetanárok, mert a Gömöri Balázs és a Kalmár Gergő is ott tanít részvós hangszereket, illetve szolfést a Horváth Ági tanít. Hát és ilyen félig meddig fedett formában ütő tanszakunk is van Tömösi Tamás vezetésével, de ők nem hivatalos tagjai a művészeti iskolának. Hát és akkor ezen kívül ugye még vannak a színjátszók, két színjátszó csoport és négy társas tánc csoport. A mai napig így működünk Csengelén. A 3K, azaz a Kistelki Kistérségi Küzdősport Egyesület elnökét, valamint edzőjét, Sípos Dániát kérdeztük az egyesület személyekben való bővítéséről, valamint a Tragok Brazil Jiu-Jitsu-ban szerzett eredményeikről. A Kistelek Kistérségi Küzdősport Egyesület elnökét, Sípos Dániát kérdezem az egyesület eredményeiről. Visszatekintve a 2018-as évre, milyen sikerek, eredmények voltak nálad, valamint az egyesületednél? 2018 az egyik legsikeresebb évünk volt, született felnőtt Európa-bajnoki érem, született U15-ös korosztályban ifjúsági Európa-bajnoksági érem, és magyar bajnokunk pedig kettő lett sport-jiu-jitsu sportágban, és egy lett grappling sportágban, illetve részt tudtunk venni különböző kevésbé nívós, vagy pedig több súlyjal, több súlyt tartalmazó hazai és nemzetközi versenyeken. Az egyesületed itt Kisteleken hány fővel megy, és milyen részekre tagolódik? Igen. Az egyesület tulajdonképpen 20 plusz-minusz 4-5 fővel működik. Van egy kis fluktuáció, mint minden egyesületben, van egy erősebb mag,
és van, akik néha többször, néha kevésbé tudnak edzésre járni, itt az intenzitást értem. Azok, akik kevésbé tudnak edzésre járni, ők nem annyira versenyeznek, ők inkább csak mozogni szeretnek, illetve talán saját magukat tartják fizikailag rendben, vagy pedig építgetik felfelé, mégis lassabban, de akár egészségre törekedve. Az a mag, aki minden edzést lejár, ők azok, akik fizikailag, illetve technikailag tudnak olyan ütemben fejlődni, hogy lehet építeni rájuk versenyt tekintve. Ez a 20 fős, körülbelül 20 fős versenyzői réteg olyan divíziókban versenyzik, olyan formákban versenyzik, amik avatatlan szemnek kissé furán hangozhatnak. Egyrészt van rajtuk a klasszikus judo ruhára hasonló ruha, amiben versenyeznek. Ez egy ág, és van egy olyan ága, ami nagyon hasonlít a birkózóknak a ruházatához. Az a fajta ruházat, ami hasonlít a judósokéhoz, nyilvánvalóan feltételezi a ruhafogását, tehát teljesen más fogásnemeket kell alkalmazni. Az, amikor nincs rajtuk ez a fajta ruházat, csak hasonló, mint a birkózóké, ott pedig szintén másféle fogásokat lehet alkalmazni, hiszen ott már nem tudunk ruhát fogni, ezért nagyon sokszínűvé válik a sport, és mind a két irányba lehet tudni gondolkodni, mozogni, és mind a két irányba lehet különböző bajnokságokon indulni és kvalifikálódni nemzetközi versenyekre. Ezt csúnya idegen szóval illetjük, én nem is említeném meg. A lényeg, hogy két ág van, egy, amikor a klasszikus japán ruházatban edzünk, a másik, amikor egy ilyen tapadós ruházatban, ami hasonlít a birkózókéhoz, és összefoglalóan annyit tudok mondani, hogy nagyon színesíti a sportot és a technikai repertoárt. Mindenképpen feltételez mindkét ág megfelelő intelligenciát, úgy gondolom, hogy ez a fajta küzdősport nem működhet anélkül, hogy az embernek a logikai készsége az átlag szintet legalább el nem éri. És azok, akik versenyeznek, a küzdelem alatt folyamatosan elő kell, hogy hívják akkor is, amikor fogy az oxigén ezeket a fajta technikai elemeket. Úgyhogy ezért mindenképpen feltételezi a versenysport a rendszeres edzésre járást. 5 éve jött létre az egyesületed, és bővülni fog tagokkal. Van még erre lehetőség, hogy jelentkezzenek, vagy már beteltek ezek a posztok? Kifejezetten most van lehetőség arra, hogy csatlakozzanak, mert a sport jellegénél fogva kicsit olyan, mint a Lego. Tehát, hogyha valamit fel szeretnék építeni, akkor nyilván az alapokkal kell kezdeni, és az alapokat később tudom színesíteni, illetve az alapokra építve tudok egy sokkal nagyobb építményt elérni. Pont ebből kifolyólag nem hirdettünk felvételt az elmúlt néhány évben, mert azokat a versenyzőket építettük, akikkel már néhány évvel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni, ám ők jelenleg eljutottak olyan szintekre, amin belül már önállóbban tudnak dolgozni instrukciók alapján, anélkül, hogy folyamatosabb figyelemmel kellene követni őket, és lényegében az én figyelmem sem törhetett meg, folyamatosan ott kellett lennem és figyelnem, hogy mit csinálnak és hogy csinálják. Jelenleg azonban ez a versenyzői mag olyan szintre jutott el, hogy elég nekik instrukciót adni, és már önállóan dolgoznak. Ebből kifolyólag nekem felszabadult kapacitásom, tehát be tudunk emelni újabb versenyzőket, vagy újabb küzdeni vágyókat, újabb tanulni, újabb embereket, akik tanulni szeretnének ebbe a rendszerbe. És amíg dolgozik az én állandó és jól kiképzett versenyzői magom, addig ugyanannak a teremnek a másik részének kezdőkkel el tudok kezdeni foglalkozni. És megint csak visszautalnék arra, hogy ez egymásra épülő elemekből áll, hiszen ez a felvétel, ez viszonylag rövid ideig fog tartani, egy 2-3 hónapos időintervallumon belül gondoltam az új tagokat felvenni, mert utána szintén már azok, akik ugye ezt elkezdik, néhány hónap alatt olyan alapokat szereznek, amiket a folyamatában belépő emberek már nem tudnának követni. Tehát ha már az újak 3-4 hónap múlva tanulnak különböző fogásokat, dobásokat, és akkor jön be valaki, akkor őt még külön meg kellene tanítani, akár csak esni is, vagy alap dolgokat ne csinálni, és akkor már rossz lenne a figyelem tovább. Tehát ez nem jó, és pont ezért csak egy szoros időintervallum áll rendelkezésre, azért, hogy jelentkezzenek az új emberek, és ezt az időintervallumot jelöltük meg most
különböző fórumokon, írott és elektronikus sajtóban, és itt is meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy felhívom figyelmet arra, hogy nagyon sok szeretettel várjuk a 9 évestől idősebb korosztályt, hölgyeket, fiúkat, felnőtteket, idősebbeket. Nálunk is megtalálhatók 70-től 130 kilóig, szinte teljes paletta. Lányok közül is vannak 14 éves, 17 éves, 30 évesek, tehát tényleg nagyon színes a dolog, és tényleg mindenkinek szól ez az egész, és úgy gondolom, hogy szerethető sportágról van szó, ami mindenképpen hozzájárul az embernek az ember fizikai erejének a növekedéséhez, és mindenképpen hozzájárul a logikai készségének az eredményesebbé tételéhez. Helyileg jelenleg hol található meg az Egyesület? Helyileg Kisteleken a Corner Gym nevű konditeremnek a helységében vagyunk, az egyik helységében. Minden hétfőn, szerdán és pénteken este 6 órától edzünk, illetve vasárnap reggel 9 órától edzünk. Úgyhogy akit érdekel a dolog, az ezekben az időpontokban, ezen a helyen mindig megtalál minket. A Kisteleki Művészeti Iskola tanítványainak január 26-án tartott vizsgáját tekinthetik meg a következőkben ütős hangszereken. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves meghívott vendégeket, szülőket, nem tudom sem a növendégeimet. Most megmutatják, hogy edatta közel fél év alatt mit tanultunk, mit gyakoroltunk az órákon. Amit szeretnék mondani az az, hogy ebben a fél évben nagyon sok szerencsés dolog történt, ugyanis egész jól eljártak hozzám a gyerkőcök, kivéve akkor, amikor betegek voltak nyilván, hogy annyiban szerencsések voltunk, hogy minden héten egyszer intenzíven tudtunk foglalkozni a hangszereinkkel. És ez nagyon fontos a jövőt illetően is, mert akkor tudunk koncertezni, már pedig lesz belőle egy jó pár darab, amikor együtt itt megcsináljuk azokat a dolgokat, amiket kitűztünk célunknak, hogy a színpadon játszhassunk, és ez nagyon fontos. És lesz bőven föllépési lehetőségünk, mert májusban vár ránk a tér, és lesz jó pár olyan koncert, amit a zeneiskola falain kívül fogunk közönség előtt játszani. Ez a cél. És kezdjük is kis koncertünket. Első fellépőnk Kószó Bálint. Ő játszik nekünk egy kis dolg iskolából, a Kányerből egy 24-es gyakorlatot, majd Kárnapájsz harmadik részéből fog játszani egy 8-at lábkombinációt, és a végén pedig két gyermekdalt fog nekünk bemutatni szilofonon, Esik az eső és házasodik a tücsök. Bálint. Csücs. Thank you.
32. Kántor Dániel, kisdobetűrőt fog játszani, 32-es, 35-ös, majd pedig Kárnapály szerenik részéből a 8-ad lábszinkópát. Horváth Ferenc Pát. Kályának is iskolából fogunk játszani 44-es, 45-ös gyakorlatot, majd pedig Farkas Ferenc magyar tánca következik szilofonon. Thank you.
következő fellépőnk Perec Lacika. Kány 48-as kis dobetűgyét fogjuk bemutatni, majd Ugró Béla hekkedje szólóját. Majd Ugró Béla Double Stroke-ról kettes szólóját, és végül Kopecki Baobab című darabját, amelyben közreműködik Rekeszki Anna Kongár.
következik, Rekeszki Péter. Egy Kopeszki darabot fog bemutatni, először a Summer Dance címmel, majd Ugró Béla, Double Stroke-ról, Rock Solo-ja következik. Dob felszerelés. Jó. Emeljünk meg picit, meg kell
Kalinics János, Ugró Béla multi-percussion szólóját mutatja be nekünk, címe Játékos. A szereposztása következő: Perec Laci szilofonozik, Rekeszki Peti dobfelszerelésen játszik, Rekeszki Anna hangán fog közreműködni. És ha minden jó megy, jön, csatlakozik hozzánk Szabó Krisztián tanár úr, aki bennünket fog kísérni harsonán. Tanárul is legyen a centrumban. Egy Dezső gyorsan, valami szép van. Ja, B. Thank you.
Matthias Schmidt, Rock on the Bow, akik előadják Domonicsi János szilofonon, most ő lesz a szólistánk. Nagy Csanár László, Dr. Szemlésen fog játszani, és továbbra is Rekeszki Anna látja a hangának kíséretünket. Esedékes, és akkor új darabokkal fogunk előjönni, új formációk és új művek fognak megszólalni a gyerkőcök által. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet! Február első szombatján rendezték meg a 2019-es év Senior Pro Ligáját Kistelken. Az itt lezajlott mérkőzésekből az Öcsiker Kft. És a Vén Fecskék csapatának közös összecsapását tekinthetik meg a következőkben. Kapus!
Come on!
Thank you.
Thank you.
A Veszprém Televízió által készített Építek című magazin műsorának következő részét tekintetik meg a következőkben. Köszöntöm építkezési magazinunk nézőit! Egy ma már hiány szakmának számító foglalkozás az ácsmesterség nyomába eredt az Építek magazin stábja. A Tetőépítők Egyesülete megbízásából készítettük el azt a filmet, amely ennek az ősi mesterségnek a hazai és az európai hagyományait, szokásait mutatja be. Sajnos itt is elmondható, hogy a folyamatos rohanás, a rengeteg munka és az állandó időhiány miatt ezek a szokások lassan feledésbe merülnek. Az Egyesület ezen is szeretne változtatni, egy régi hagyomány a Bokréta ünnep felelevenítésével. Az elkészült filmet most műsorunkban önöknek is megmutatjuk. A tető nyugalmat ad, békességet. Alatta szövött gondolatodat, ott mondod el dicső imádságodat, ott fohászkodsz Istenhez, ott teremtesz kapcsolatot, ott gyarapszik a család. Az ács az egyik legrégebbi építőipari mesterség. Hajdanában az ácsok bútorok, nyílászárók és más fából készült berendezések készítésével is foglalkoztak. Az idők folyamán azonban a tevékenység letisztult. Így napjaink ácsmesterei építőipari faszerkezetek és gerendaszerkezetek készítésével foglalkoznak. A szakma a 14. században céhesedett Magyarországon. A 19. század második felétől pedig szigorúan képesítéshez kötött iparággá vált. Az ácsmesterséghez rengeteg szokás, hagyomány, ősi technológia kötődik. Ezek egy része az idők folyamán feledésbe merült, más részét azonban ma is alkalmazzák a szakma képviselői. A változás okairól megoszlanak a vélemények. Egyesek a technológia fejlődésében, mások az egyre nagyobb idő és szakember hiányban látják az okokat. Ilyin Petár, a Pécsváradon élő ácsmester véleménye szerint fontos a technológiai fejlődés, azonban a hagyományokhoz és a szakmához kötődő ünnepekhez szerinte akkor is ragaszkodni kellene. Ha valahol megjelent az ács, az már eleve ünnep volt. Ott kérem szépen, ott zsongott az egész család az ember körül, ugye mindenki kíváncsian nézte, hogy hogy faragunk, hogy vésünk, mert hát ugye miszerszám volt? Keretes fűrész, keresztvágó nagy fűrész, véső, bunkó, derékszög. Amikor fölraktuk a sárgerendát, erre rákerült az első kötőgerenda, akkor rögtön fogtuk a májusfát, ugye mi ezt így neveztük, májusfát, amelynek ugye egy koszorúja van, körbe lógnak a szalagok, és ráaggatva a különböző italos üvegek. Na, ez ekkor fölkerül szépen a tetőre, ami hát még akkor sehol sincs, de akkor az építés folyamatosan ott van, ugye az italhoz senkinek hozzányúlni nem szabad, mert az ott szent, és őrizve nincs, de hát voltaképpen becsbe van tartva az, hogy hát az ott van. Az, hogy annó lényegesen több idő volt mindenre, mint napjainkban, nem kérdés. A legtöbb építkezés kalákában történt, rohanás és kapkodás nélkül. A tulajdonos és rokonsága besegített a munkálatokba, a szakemberek pedig, köztük az ácsok is, végezték a szakmai munkát és felügyelték a segítőket. Az épületek persze így is elkészültek. Ilyin Petár szerint ráadásul nem is hosszabb idő alatt, mint manapság. Nem azt mondtuk, hogy kész, hanem körbesétáltuk kétszer, háromszor, minden egyes pontját alaposan megnéztük. Hogy ne érjen szó a ház elejét, mondta a mesterem. Mert ugye, ha valahol valami hiba van, azt azonnal rendbe kell tenni. És csak utána lehetett, végül is azt mondta, hogy no most kész, és amikor ugye ezt kijelentettük, hogy készen van, akkor történt meg az esemény, úgy, hogy leszedtük az üveget, ebből egyet a mesterem fogta, ugye, és hát ugye így mondta el a köszöntőt, amikor
Hát különböző féleképp lett ez elmondva. Vége lett a köszöntőnek, akkor összetörte ezt az üveget, és így akkor kezdődött a mulatság, ugye, ami szinte mint egy bál, így fejeződött be. A májusfa állítás, vagy más néven bokréta ünnep régre visszanyúló hagyomány Magyarországon, melyet valószínűleg a vándorló és itt letelepülő német és ritkábban francia mesterek hoztak magukkal. A szokás már a szinte teljesen feledésbe merült. Emiatt döntött úgy a Tető Építők Egyesülete, hogy feleleveníti és újjáéleszti ezt a régi magyar hagyományt. A szakmai szervezet ennek érdekében komoly kutatómunkát folytatott. Felvették a kapcsolatot a témába jártas múzeológusokkal és néprajzos szakemberekkel. A bokréta ünnepség eredete egészen a 14. századig nyúlik vissza. Ez volt mindenkor az építők és építtetők közös ünnepe. Kutató munkájuk eredményeként idén ősszel felkerülhetett a bokréta az első épületre, a várpalotai Nagyboldogasszony templom megújuló tetőszerkezetének legmagasabb pontjára. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt barokk stílusú várpalotai római katolikus templomot Verschafter János székesfehérvári építőmester építette 1774 és 1776 között. A műemlék épület, amelynek falában római és középkori faragványok találhatók, a II. Világháborúban jelentős mértékben károsodott. Idővel a tetőszerkezet faanyagának minősége is nagyon leromlott, így annak cseréje már nem várhatott tovább. Eredeti szerkezete, tetőszerkezete a templomnak egy takarékosan megépített barokk fedélszék volt, ez 250-55 évig szolgált, és hát most egy korszerűbb mérnöki jellegű szerkezet kerül az épületre. Az új tetőszerkezet kivitelezési munkálatai még májusban kezdődtek, ősz elején pedig megtartották a bokréta ünnepet a kivitelező nagyvázsonyi telephelyén. Azért ott, mert a templom várpalotai építési helyszínén a nagy magasság miatt nem lett volna megoldható a vendégek megjelenése. Elérte a szerkezet a legmagasabb pontját, ezért tartanak egy ünnepséget, ahol alkalom nyílott arra is, hogy egy családi háznál a rokonoknak bemutassák az épület készültségi fokát, vendégül látták az építőket, a mérnököt, és ehhez pár vicces szokás is fönnmaradt. Mivel nincsen hagyományunk, tehát nem volt fellelhető irat vagy dokumentációja ennek a szokásnak, ezért néprajzkutatóval levéltárban próbáltunk utána kutatni, kisebb-nagyobb sikerrel, mivel a török és a tatárvész után nagyon kicserélődött az ország, ezért egyértelműen német ajkú szakemberek jött ebbe az országba, és az ő szokásukból tevődött, vagy őrződött át a mostani szintre. Ez tőlünk nyugatra most is minden egyes építkezéskor egy élő szokás, hogy a kivitelezők vagy az építők megünneplik ezt a fázist. A békesség fia lakikot rászáll békességetek, ha nem visszaszáll rátok. A templom tetőszerkezetének cseréjére a helyi plébánia jelentős összegű támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A beruházás mintegy 90 millió forintból valósul meg. Miután az Úr Jézus is Ács volt földi élete folyamán, úgyhogy az ácsoknak ilyen értelemben talán még megszenteltebb a munkájuk, hogy mi megváltó úrunk is életének anyagi feltételeit is ebből a munkából biztosította. Úgyhogy erre csak azt tudom mondani, hogy hajrá, és csinálják, és hozzanak ki belőle mint több értéket. Az új tetőszerkezet legmagasabb pontjára bokréta csokor került, majd szintén a több száz éves hagyományoknak megfelelően az építtető beverte az utolsó szöget a szerkezetbe. Szintén a bokréta ünnep része, hogy az építők az építtető egészségére ürítik poharukat, melyet a tetőről le is hajítanak. A szokás úgy tartja, ha a pohár összetörik, minden jól fog alakulni. De ha éppen marad, az rossz előjelnek számít, és természetesen a ledobója számára is nagy szégyent jelent.
Ugorjunk most vissza Várpalotára, hiszen ha szűkebb körben is, de a Tető Építők Egyesülete itt is megünnepelte a szerkezet felállítását az eredeti helyén. Piltman Miklós ácsmester itt is elhelyezte a nemzeti színű zászlót és a bokrétát, ezzel hirdetve a várpalotaiak és minden arra járónak, hogy a tető elérte legmagasabb pontját. A bokréta ünnepet Csizmadia Máté Noel verse tette még színesebbé. Szilárd alapokra épült ez a ház, jöhet záporeső vagy zivatar is már. Ezek a falak olyan erősek, mint a vár, lőheti azt a török vagy a tatár. Isten, áld meg ezt a házat, s benne minden népet. Adj meg nekik minden szépet, boldogságot, szeretetet és jó egészséget. A várpalotai templom tetőépítésénél segítői is akadtak a magyar mesterembereknek. Franciaországból, Párizsból érkezett az a fiatalokból álló csapat, mely az ottani Compagnon szakképző iskola ács tanulóiból tevődött össze. Compagnonnak hívják azokat a képző intézményeket, melyek a különféle szakmák képzését oktatják. Itt magas színvonalon gyakorló szakemberek felügyelete mellett tanulhatják mesterségüket a fiatalok. Az ács csapat vezetőjét arról faggattuk, Franciaországban kötődnek-e hagyományok az ács szakmához, és hogy viszonyulnak a fiatalok ezekhez a szokásokhoz. Amikor elkészül nálunk egy épület tetőszerkezete, akkor a környéken található virágokból készítünk egy csokrot. Ezt a legfiatalabb ács tűzi fel az épület legmagasabb pontjára. Este pedig egy kis ünnepséget tartunk, ahol a tulajdonossal és az építéssel együtt megünnepeljük, hogy elkészült az adott munka. Számunkra rendkívül fontos, hogy megtartsuk ezeket a hagyományokat, hiszen a szakmánk több, mint 1000 éves múltra tekint vissza Franciaországban. Ezeket a hagyományokat mi, és személy szerint én adjuk át a fiataloknak, tanulóinknak, ők pedig ugyanúgy őrzik majd őket, mint ahogy mi, apáink és dédapáink tették. A mi iskolánk a katedrálisok építésének idején alakult, vagyis már több mint 1000 éve. Azonban a módszer mit sem változott. A tanulók a képzett mesterek mellett dolgoznak, így nem csak a technikákat, szerszámokat, fogásokat ismerhették meg, hanem a szakmához kötődő összes hagyományt és szokást. Ez pedig fontos dolog egy nemzet életében. Természetesen egy szakmában a hagyomány nem csak egy szokás, egy ünnep lehet. Hagyomány az is, ahogy a mester megfogja a szerszámot, alakítja a fát, elkészíti a különféle kötéseket. Így gondolja ezt Ilyin Petar is. A mester saját házában komoly gyűjteményt hozott létre az ács szakmához kötődő szerszámokból, a pécsváradi várban pedig kiállítása van a különféle fakötésekből. Ő így őrzi a hagyományt, így adja át tudását az utókornak, és így vigyáz magyarságára is. Mert másképp csinálom én, és másképp csinálja a tót, vagy a lengyel, vagy mit tudom én, tehát másképp fog hozzá egyes munkához. Tehát attól a kultúrától, amiben élek, hogy hogyan fogok táncolni, hogy milyen zenét fogok hallgatni, tehát attól vagyok én magyar, nem pedig, vagy hogy hímzem a tojásokat. Tehát igazán azt tesz engem magyarra, hogy ünnepelek. És ez nagyon fontos lenne, hogy ne majmoljunk különböző dolgokat. Hogy hát, ha már olyan szép székelykaput tudunk faragni, akkor ne hagyjuk elveszni, mi maradjunk meg magyarok. Próbáljuk úgy viselkedni, ahogy egy magyar szokott. Maradjunk azok. E fedél alatt történelem íródik. A te történelmed, a sorsod, az örömöd, a bánatod. Itt mondasz búcsút a világtól, és ezért e szent hely legyen örökké áldott.
Magyarország egyik legrangosabb és legjelentősebb díjazású építőipari megmérettetésének, a Baumit által kiírt évhomlokzata 2018 pályázatnak tartották nemrégiben az ünnepélyes díjátadó gáláját. A Budapesten a Várkert bazárban megrendezett eseményen adták át a zsűri által kiválasztott épületek tervezőinek, kivitelezőinek a szakmai elismerést. Az immár 9. alkalommal kiírásra kerülő pályázatra 286 érvényes nevezés érkezett. A zsűri által átadott díjak mellett közönségszavazás is volt a családi házak kategória indulói között, valamint a Baumit ügyvezetői külön díja is átadásra került. Budapesten az 1800-as évek végén Ybl Miklós tervei alapján épült Várkert bazár patinás épületében látta vendégül a Baumit, az idei évhomlokzata pályázat díjátadó ünnepségére meghívott vendégeit. Az előcsarnokban a résztvevők megtekinthették a pályázó épületek fotóit. A 2018-as évhomlokzata pályázatra 286 érvényes nevezés érkezett, melyekből az elismert szakemberekből álló zsűri választotta ki az idei nyerteseket és külön díjasokat. 19 órakor elsötétültek a fények a nagyteremben, ahol Gundel Takács Gábor, az Estházi gazdája köszöntötte a vendégeket. Ezt követően mutatták be azt a filmet, mely a Baumit Európai Építészeti Pályázatának idei díjkiosztóján a Pozsonyban megrendezett Live Challenge gálán készült. Évhomlokzata pályázat ötlete először Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában merült fel. Illi Gábor, a Baumit Kft. Ügyvezetőjének rövid köszöntője után megkezdődött az Évhomlokzata 2018 díjainak átadása. Az Évhomlokzata pályázatot 5 kategóriában írta ki a Baumit. A családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás és műemlék kategóriák nyerteseit egyenként 1 millió forinttal jutalmazták. A családi ház kategóriában a zsűri egy Dömösön épült házat ítélt méltónak az Évhomlokzata 2018 pályázat 1 millió forintos kategória díjára, melyet megosztva kapott a közösen pályázó Dankó Kristóf építész és a kivitelezők, a DKD Kft. És Dankó Dénes. Társasház kategóriában a Plusz Építő Kft. Által kivitelezett Szegedi Árbóc utcában épült lakó- és üzletház érdemelte ki az Évhomlokzata 2018 pályázat kategória díját. Az épületet Török Csongor tervezte. Középület kategóriában az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark gyógynövényházát választották elsőnek a zsűri tagjai. Az épülettel a Bezsóbau Kft. Pályázott, aki a homlokzati vakolatrendszer kivitelezője volt. Az építészeti terveket a Szegedi Tér és Forma építész iroda készítette Sipos György vezetőépítész és Zákány Ildikó építész közreműködésével. Az épület generál kivitelezője a Hungaroszán Kft. Volt. Energetikai felújítás kategóriában a zalaegerszegi Cseperedő bölcsőde és Petőfi utcai tagóvoda épülete vitte el a pálmát. Az épülettel a Szabau Invest Kft. Kivitelezőként jelentkezett. A rekonstrukciós terveket a Zala Art építésziroda Kft. És Cigány Kató készítette. A műemlék kategóriában a zsűri a Budajenői Műemlékmagtár épületet választotta az Évhomlokzata 2018 pályázat kategória díjas épületének. A pályázatot Csóka Balázs építész nyújtotta be, aki ezzel az épületével nemrégiben Pro Architektúra díjat is kapott. A kivitelező a Maros 35 BT volt. A pályázat keretében szeptemberben internetes szavazással lehetett kiválasztani a legszebbnek ítélt családi házat. Az ehhez kötődő közönségdíjat egy budapesti épület kapta meg, amellyel a kivitelező és egyben a lakóépület tulajdonosa, a Casa Nostra Bau Kft. Pályázott. Az Évhomlokzata pályázat hagyománya, hogy az alapító és főtámogató Baumit is díjaz épületeket.
A szakmai szempontokon kívül a kiválasztásban szerepet kap az épület küldetése, a mögötte álló emberi teljesítmény is. Mindezek alapján Baumit ügyvezetői különdíjat és a díjjal járó 500-500 ezer forintos pénzjutalmat két pályázónak adta át Illi Gábor, a cég ügyvezetője. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti kampusza kapta az egyik ügyvezetői különdíjat. Az épülettel a Jahoda és Párizsi építésziroda pályázott. A másik ügyvezetői különdíjat a Vég és Tuboj Kft. Kapta, a Boldogfalvi Farkas család kápolnájának és temetkezési helyének felújításáért. A díjak átadása után rövid értékelésre kértük fel a zsűri két tagját, és Illi Gábort, a Baumit ügyvezetőjét. A magyar építészek kreativitása legalábbis ezen a régión belül kiemelkedő. A csehek, szlovákok és az osztrákok is inkább egy ilyen rendes iparos munkát tesznek le a vevőik elé. Nagyon sok mintaházzal dolgoznak, a mintaházakat hát gyakorlatilag változtatás nélkül ráteszik az adott telkekre. Ehhez képest Magyarországon nagyon kreatív és egyedi tervek születnek, és ez jelentkezik a homlokzat képzésben is. Nekem nagyon nagy meglepetés volt már a legelején ennek az egész sorozatnak az energetikai felújítás, amit régen lakótelepi színezésnek neveztünk, mert ez egy kicsit lesajnált kategória volt valamikor régen, de ez egy nagyon nehéz műfaj. Nagyon nehéz, mert óriási vásznakat feszítünk a város fölé. Ha valaki ezt elrontja, akkor nagyon nagyot rontott. Ha valaki beletrafál, akkor az túlmutat az építőipari jelentőségén, az már művészeti kategória. Ugye mi 888 színnel képviseljük a live színprogramunkat, és valóban az látszik, hogy a magyar épületek jellemzően a fehér bizonyos árnyalatai, szürke bizonyos árnyalatai és pasztelszínek maximum. Az élénk homlokzatok talán hiányoznak, és a Challenge 66 nemzetközi évhomlokzata pályázaton azért látszott, hogy bizony meglepően erős, intenzív színkombinációkkal is komoly sikereket lehetett elérni. Én ezért biztatom a magyar építésztársadalmat, igenis vállalják be, próbálják meg a megrendelőkkel, az építetőkkel, a beruházókkal megvívni ezeket a küzdelmeket, csatákat, és igenis mutassák meg, hogy a nemzetközi tendencia az a színesedés. A gála végére egy igazi zenei csemegét hozott el a Baumit a vendégeknek. Az eseményre létrejött formációban többek között Malek Andrea, Takács Tamás, Pál Völgyi Géza, Dorozsmai Péter és Madarász Gábor lépett fel. Kedves nézőink, ennyi fért építkezési magazinunk mai számába. Kérjük Önöket, csatlakozzanak az Építek Facebook oldalához, valamint YouTube csatornánkhoz. Így rengeteg olyan hasznos információhoz juthatnak, melyeket a műsorban nem tudtunk bemutatni. Várjuk Önöket a jövő hónapban is ide a képernyők elé, az interneten pedig minden nap. Viszontlátásra! Műsorunk elkészítését támogatták, minden részletében Leier. Leier tégla. Egy életre szól. Baumit. Életünk színei, hőszigetelt homlokzatokon. Baumit. Az életünk színei. Sídel. Minden kémény szeretne egy kicsit Sídel lenni. A Silvercol fugázó anyagok gyártója a Lassesberger Knauf. Partnerünk a kivitelezésben a Venépszer Kft. Veled teljes. Elte.
Következő adásunkat jövő hét kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Keddadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még péntekedásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Valamint iratkozzanak fel YouTube csatornákra, ahol eddig adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetők. Nem utolsó sorban pedig kövessék a Kisteleki Városi Televízió Facebook oldalát. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!